Az Aquincumi katonavárosnak a nyugati temetőjébe vagyunk. Topográfia szerint a Bécsi út 68-84-es nagy összevontelken folyik ez a feltárás. Ez egy úgynevezett megelőző feltárás, tehát ide egy nagy irodaházat terveznek építeni. Az építkezéssel megbolygatnák az itt húzódó temetőnek a sírjait, tehát a beruházás előtt ezt nekünk a törvény szerint is kötelességünk feltárni. Római korban temetkeztek ide, ez a katonavárosban élt embereknek a temetkező helye volt. Ez egy úgynevezett kőláda sír, nagyméretű kőlapokból összeállítottak egy láda formát. Meglazítjuk a fedlapot, akkor megpróbáljuk elmozdítani valamelyik irány, megpróbáljuk megdönteni, és ledönteni a láda tetejéről. Akkor ti sem tudjátok, hogy mit találtak benne? Nem, mi sem. Sajnos, akkor most az a helyzet áll fenn, ahogy elnézem, hogy ez betömődött földdel, lyukon vagy nyíláson keresztül a talajvíz, meg az esővíz, meg az erózió, a finomabb szemcséjű földet, azt beleviszi. Egy ilyen zártabb konstrukció az mindig izgalmasabb, mert azért ezekből kevesebb kerül elő bolygatatlan állapotban. Ugye ezeket ugyanis nagyon sokszor már római korban, vagy a római kor után kirabolták, kinyitották, megbolygatták. Ez egy ilyen többé-kevésbé átlagosnak tekinthető késő római csontvázas temetkezés. Nagy valószínűséggel egy fiatal férfit temettek ide. Volt neki talán egy egyszerű valami vasgyűrű az egyik újpercére ráhúzva. Lent a lába mellett van egy nagyon erősen töredezett üvegpohár. Itt van ez a úgynevezett hagymafejes fibula. Ez valami köpenyszerűséget foghatott át a vállán. Ez egy nagyon apró kis építő kockákból áll össze az a kép, amit a római korról, vagy a Pannoniában élt embereknek az életéről, társadalmi helyzetéről, vagy szokásaikról, mindennapjaikról tudunk, úgyhogy végül is ez egy ilyen kicsike kis eredménynek számít, de tehát azért ez mégiscsak hozzátesz. Ha tetszett ez a videó és néznél másokat is, például érdekel, hogyan pusztul a balatoni nádas, 6 percben megtudnád, mi az ISIS, vagy csak kíváncsi vagy, hogyan omlottam össze a Fuji megmászásakor, akkor iratkozz fel az Index csatornájára.